Idén is rengetegen voltak kíváncsiak a Dán-Szent Miklósi születi felvonulásra, mely már hagyományos módon a csetneki buszfordulóból indult. Ez alkalommal is felsorakozott több lovaskocsi, csikós, akik a környékről, illetve távolabbi helyekről érkeztek, tisztelegve a hagyomány előtt. A felvonulás előtt Dán-Szent Miklós polgármestere tartott beszédet. Ma október 6-a van. 2012-ben úgy alakult, hogy az az időpont, amikor Dán-Szent Miklóson születi felvonulást és születi sokadalmat szoktunk rendezni, október első szombatja, az pont október 6-ára esett. Október 6-a elsősorban az Aradon kivégzett 12 tábornok és Lázár Vilmos ezredes, valamint a Pesten kivégzett Batthyány Lajos emléknapja. Nyilvánvaló, hogy nem helyes ezen a napon születi felvonulást és születi vigasságot rendezni, azonban úgy gondolom, hogy nem hiba helyt adni egy olyan civil szervezet kérésének, aki meg annyiszor feledhetetlen élményekkel gazdagította ezt a falut, és akinek a munkája a Dán-Szent Miklósi gyerekekért, gyerekeknek szól. Az volna a tiszteletteljes kérésem mindannyiunkhoz, hogy ezen a napon néhány perc erejéig a mártír halált halt hősök emlékére tegyük a szívünkre a kezünket, és énekeljük el hazánk nemzeti himnuszát. Ezt követően a polgármester egy kis kontyalávalóval kedveskedett az idei bíró és bírónénak, majd átadta a falu kulcsát jelképesen, és minden hatalmat vele együtt. Köszönöm a polgármester úrnak ezt a töretlen bizalmát, hogy a mai napon rám, illetve ránk bízta kicsi falunk szép nagy kulcsát. Bizalmát viszonozva ígérem, hogy szép falunkba kárt nem teszek, vagyonára és kincseire kezem sajnos nem teszem. Ezt ígérem. Egy kis kocintást követően pedig már indulhatott is a menet a falu fontosabb pontjait érintve. Megszavazzuk, hogy a bíró mutassa fel a falu kulcsát! Igen! Ne szavazzatok! Igen, van a kulcs, kérjük a kulcsot! Igen! A falu kulcsát keressük, mert hát a hátsó részt be szeretnénk zárni, hogy megyünk előre, és hát kellene a falu kulcsa. Most azonnal? Hát igen, most kellene, mert ahogy megyünk. Hogy... Hol a kulcs? Érkezik egy tarkacoknyás menyecske. Hálasz baktáló borifény! Mangelum, mangelum! Pedig én megbíztam benned! Látod milyen vagy! Hoppá, hoppá! Válságban borifény! Hát én úgy gondolom, hogy... Ekkora! Ekkora nyelv a tesóhoz tisztelt! Úgy gondolom, hogy itt van a falu kulcs, ezt az alagy jóvá lehet tenni, nem? Igen, Bironi lekapja a csizmáját, töltünk bele egy kis innivalót, amit gondolsz, és nem is. We'll be right back.
rosszul lett a dánosi pálinkától. Mennyit ivott? Hát egy 3 litert. Elég jól bírja. Meddig fog pihenni? Hát ameddig én mondom neki, mert indulunk tovább, úgy tudom, a véghelyre, ahol befejezzük a műsort. Bár a felvonulásnak vége volt, az érdeklődők nem maradtak program nélkül, hiszen a nap főszervezője, az Aktív Szülők a Gyermekekért Alapítvány több szórakoztató műsorral, játékkal fogadta a TS Parkba kilátogatókat. Hogy tetszett a mai rendezvény, eddig polgármester úr? Hát eddig örülök neki, hogy baj nélkül megúsztuk a felvonulást, azért ez mindig egy kis egészséges izgalommal tölti el a szervezőket és hát a polgármestert is, mert azért hiába adtuk oda a kulcsot a bírónak meg a bírónének, amíg ide ki nem ér a menet, addig van egy kis aggodalom az emberben. Egyébként meg egy picit könnyebben érzi magát az ember, hogy el lehet engedni egy fél napra a falu kezét, és minden jel szerint rendben lesz minden holnap reggelig. Nagyon sokan jöttek el.
Igen, tehát gondolom itt a jó időnek is szerepe van ebben, illetve annak, hogy biztos híre megy annak, hogy Dán Szent Miklóson jó buli szokott lenni a szüreti felvonulás, és hát ezek a lovas emberek, ezek ilyen könnyen megmozdítható emberek ilyen szempontból, és nagyon jó, hogy itt vannak körülöttünk, és a tanyákról bejönnek ezen az ünnepen. Úgyhogy várjuk őket szeretettel jövőre is, meg az azt követő években is. Ugye nem az első szüreti felvonulás Dán Szent Miklóson a mai, ez már hagyományjá vált nálunk, minden évben megrendezik. Annak idején, mikor iskolába járt, akkor volt-e olyan, amikor ön is beöltözött? Hadd ne válaszoljak arra, köszönöm szépen! Igen, kaptunk egy kalapot is. A baladai homályba burkolózó legény koromból is vannak emlékeim a szüreti felvonulásokról és bálokról. Én magam nem voltam beöltözve sosem. Talán jövőre? Nem tudom, hogy a történelem hozza valami változást. Három évvel ezelőtt ti voltatok a bíró és bírólány. Hogy éreztétek magatokat? Nagyon jó. Jó volt, nagyon. Milyen játékokat találtak ki nektek? Szerintem a préselésen kívül nem nagyon volt más. Én úgy emlékszem, hogy a préselés volt. Milyen tanácsot tudsz adni, mint bíró? Hogy tudnak figyelni a falu kulcsára, hogy a falut semmilyen kár nem érheti? Jó kérdés, nem tudom rá válaszolni. Túl vagyunk a felvonulás részén, bíró és bíróhölgy. Hogy érzitek magatokat? Hát szuperül. Nagyon jó volt. Én nem számítottam, hogy ennyien lesznek, meg hogy ilyen nagy tiszteletteljes dolog ez, mert nagyon jó érzés volt. Nagyon sokan kijöttek, köszöntek, mosolyogtak ránk, mondták, hogy milyen szépek vagyunk, úgyhogy nekem ez hatalmas élmény volt, és én nagyon élveztem. Amikor felkértek arra, hogy vállaljátok el ezt a feladatot, akkor elsőre igent mondatok? Abszolút, elsőre. Igen, hát volt egy kis megbeszélés, mert igazából úgy volt, hogy engem hívott fel az Aktív Szülők Alapítvány, egy gyűlés volt éppen, és akkor én mondtam, hogy visszahívom őket, mert felhívom a páromat, és megbeszéljük. Na most volt bennem egy kis félelem, hogy majd ő lesz az, aki hát, hogy nem biztos, meg majd átbeszéljük, és rögtön igent mondott, és onnantól kezdve pedig lázasan készülöttünk. Mennyire tudtátok ellátni a bíró és bírónői feladatokat a felvonulás alatt? Úgy tudom, a kulcsot is ellopták, és még csak pár perce volt rátok bízva. Igen, sajnos a kulcsot sűrűn ellopták, most már második alkalommal, most sincs meg, amint látjátok, de attól függetlenül szerintem a bírói szerep azért, meg a bírónői szerep elég jól működött. Hát a kulcs meg olyan dolog, hogy sajnos én a kulcsomat mindig elhagyom, ez nekem egy jellemző tulajdonságom, sajnos ez most is bebizonyosodott. Hát majd megpróbáljuk visszaszerezni. Mindent megteszünk érte, hogy meglegyen. Ittam cipőből, ittam ezt meg azt, szerintem nem lesz ez a probléma. Bevetésre került a lakodalmakban oly népszerű hintós játék, melyek szabályai nagyon egyszerűek. Minden játékos kap egy megnevezést, és ha azt meghallja, fel kell állnia. Amennyiben ezt elrontja, büntetésben részesül.
Ölödes jó királyom! Drága egyetlen királyom! Szólj a kocsisnak, hogy fogjon be a kocsiba. Aja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 j
Akkor rögtön ivással kezdünk. Arra kell vigyázni, hogy a végén ne tudjanak menni a színpadról. Rendben van. Azt mondja erre a király, a királynőnek. Drága királynőm, egyetlen királynőm, édes drága jó királynőm, meddig csinálnál szerintetek, hogy én szórakoznék az animál? Lelökne itten. Azt mondta a kocsisom, hogy a jobb első, bal első, bal hátsó, jobb hátsó kerék. Hát itt a lovaknak megint inni kell. De, csak kerékről van. Hát az ha megemelted akkor. Aki azt hiszi, hogy betör majd, az talán őrült. Ha bármit tesz is kirám hajt, az lovon régült. És ha nem használ az intő szó, kapaszkodj, mert nem él jó. Hey! Repülsz, ha rám ülsz, ez durva játék. Hát jobb, ha megszűsz, gyerget úgysebb szokni. Hát jobb, ha eltűsz, vagy nagy vigyázz, készülsz. De terjed ám a híd, szégyen űsz. Repülsz, ha rám ülsz. Na gyere, szép leginkém, még. Ha magas lovon repülni vágysz, na gyerünk, szállj még. Ezzel magadtól kapaszkodj, mert nem így jó. Repülsz, ha rám ülsz, ez durva játék. Hát jobb, ha eltűz, gyerget úgysebb szokni. Hát jobb, ha megszűz, vagy nagy vigyázz, kész tűz. Nézd, amúgy is van körülötted zűr. Repülsz, ha rám ülsz. Repülsz, ha rám ülsz. Repülsz. Repülsz, 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 ha rám ülsz. Vége a születi felvonulásnak. Hogy éreztétek magatokat? Hát jól éreztük magunkat természetesen, mint minden rendezvényünkön. Ezen is kicsit elfáradtunk, de hát még hátra van a születi mulatság. Estétől hajnalig meglátjuk, hogy akkor hogy fogunk elfáradni. Tehát bízok benne, hogy most már túléljük a napot. Nagyon sokan jöttek ki lóval. Örülünk neki. Nem hirdettünk, csak interneten, a Facebookon, a szájhagyomány útján. Nagyon sokan jöttek, Ladány Bene volt a legmesszebb, ahonnan jöttek, Cegléd-Bercel, Budai út, innen helyből, Táborfalváról, tehát örülünk neki, hogy ennyi csikós is eljött, tehát körülbelül 20 fogatunk volt, nem tudtam összeszámolni, és nagyon sok csikós, hát láttuk a bemutatót is a végén, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, látványos volt, a fiataloknak meg tudtuk mutatni a hagyományt, a születi mulatságot, a vigadalmat, valamint itt próbáltunk egy kis préselés, darálással, meg egy kis játékot is belevinni. Tehát én úgy gondolom, hogy jól sikerült.